Kenneth Hagin, El Shaddai. Első fejezet, Isten, aki több, mint elegendő. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. 91-es Zsoltár, 14-16-os versek. Amikor Ábrám 99 esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és mondta néki, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. 1 Mózes 17.1. Amikor az Úr Isten megjelent Ábrámnak, valójában ezt mondta héberül. Én vagyok El Shaddai. El Shaddai egyike a 7 szövetségi névnek, ahogy Isten kijelentette önmagát Izraelnek. El Shaddai héberül annyit jelent, mint mindenben elegendő, illetve Isten, aki több, mint elegendő. A Jakab király változat, Biblia fordítás fordítói, az El Shaddait mindenható Istennek fordították. Ez a fordítás tetszik nekem. Ha ő az, aki mindenben elegendő, akkor ő a mindenható, aki több, mint elegendő. Az egész Ószövetségen át a mindenható Isten úgy jelentette ki és vette fel önmagát, mint az Isten, aki több, mint elegendő. Ő Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Azt mondta Ábrahámnak, a te magad jövevény lesz a földön, mely nem az övé, és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal. 1 Mózes 15, 13-14. 430 év múlik el. Isten lép színre, és egy Mózes nevű emberhez szól, aki kivezeti Izrael gyermekeit Egyiptomból. Izrael kivonulása láttán azonban a fáraó szíve megkeményedett. Ezért utánuk ment a katonáival, hogy elfogja és újra rabszolga sorba vesse őket. Izrael gyermekei a Vörös-tenger partján álltak, és felsírtak. Mit tegyünk? Mit tegyünk? Az egyiptomi hadsereg mögöttük, a Vörös-tenger előttük. Egyik oldalon pusztaság, a másik oldalon pedig hegyek voltak. Az Isten, aki több, mint elegendő, így szólt Mózeshez. Nyújtsd előre a pálcádat! Amikor Mózes ezt megtette, a Vörös-tenger vize ketté vált, teljes hosszában, úgy, hogy Izrael gyermekei száraz lábba kelhettek át. Megszabadultak. Amikor az egyiptomi hadsereg megkísérelte követni őket, a tengerbe fulladtak. Egyszer egy prédikátor azt írta, hát ez igazán nem volt valami nagy csoda. A víz, ahol átkeltek, csak bokáig ért. Amikor ezt olvastam, arra gondoltam, drága Istenem, az a szerencsétlen együgyű azt hiszi, hogy bokáig érő vízbe fulladt bele az egész hadsereg. Hát mindennél nagyobb csoda lett volna, ha egy egész hadsereg bokáig érő vízbe belefulladt volna. Nem az a lényeg, hogy a bokáig érő vízbe fulladtak-e meg, hanem az, hogy Isten ketté választotta a vizet, és Izrael száraz lábbal kelt át. Pontosan úgy történt, ahogy a Biblia írja. Isten ketté választotta a Vörös-tengert. Amikor Izrael gyermekei biztonságban átértek a túlsó partra, a nők elővették a hangszereiket, és énekelni, illetve táncolni kezdtek. Isten szelleme adta a dalt, amelynek szövege szerint a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. 2 Mózes 15.8. A víz megmerevült, vagyis megfagyott. Tehát Isten, mint egy falat, állította fel a vizet mindkét oldalon. Megfagyasztotta a vizet. Izrael gyermekei száraz lábbal keltek át a tengeren. Az ige kimondatott, és a tenger vize ismét összezárult. Ő több, mint elegendő. Izrael gyermekei, amikor elérték Kánaán földjét,
további nehézségekbe ütköztek. Egy napon döntő csatát kellett vívniuk az ellenséggel, és sötétedett. Ha leszáll az est, lehet, hogy elvesztik a csatát. Józsué, a vezetőjük imádkozott Istenhez, hogy a nap és a hold álljon meg az égen, a Józsué 10:13 szerint. És Isten az egész univerzumot megállította, mivel Isten egy embere imádkozott ő hozzá. Isten meg tudja ezt tenni, mert ő a mindenható Isten, az Isten, aki mindenben elegendő, az Isten, aki több, mint elegendő. Az egész Ószövetségen keresztül látjuk ezt az Istent, aki több, mint elegendő, amint kijelenti magát férfiak és nők életében, pátriárkáknak, profétáknak, papoknak és királyoknak. Látjuk, amint Illés proféta imádkozik Kármel hegyén, és Isten tüze alászáll a mennyből, hogy megemészze az áldozatot. Baál profétái vereséget szenvedtek, az 1 Királyok 18 szerint. Hiszen ő Isten, ő az Isten, aki több, mint elegendő. Látjuk Dávid hatalmas harcosait, és úgy gondoljuk, hogy szuperemberek hőstetteinek leírását olvassuk. Természet fölötti győzelmeket arattak. A csaták során nem volt sebesültjük vagy halottjuk. Azért győzték le az ellenséget, mert Isten ereje felettük volt. Ő az az Isten, aki több, mint elegendő. Még a háború közepette is. De menjünk át az új szövetségbe. Látjuk, amint Jézus megjelenik és kijelenti a tanítványainak, hogy aki engem látott, látta az atyát. Jézus ezt mondta a zsidóknak. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. János 8:56. Így válaszoltak a zsidók. Hát még 50 esztendős sem vagy, és Ábrahámot te láttad? És Jézus így szólt. Bizony, bizony, mondom néktek. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Isten az Ószövetségben úgy jelentette ki magát Mózesnek, mint a hatalmas Isten, az én vagyok. Jézus próbálta megmagyarázni a zsidóknak, én vagyok, ez az Isten. Te Istent látod most magad előtt állni. Az Úr Jézus Krisztus bemutatta a földi útja során, hogy ő a hatalmas Isten. Én vagyok. Ő több, mint elegendő. Látjuk Jézust és a tanítványokat kint a pusztaságban a nagy sokasággal. Ekkor prédikálta a hegyi beszédet. Az emberek már napok óta élelem nélkül voltak, és majdnem elájultak az éhségtől. Jézus szólt a tanítványainak, hogy adjanak enni a sokaságnak. De semmink sincs, válaszolták. A tanítványok körülnéztek, mindössze egy kisfiút találtak, aki felajánlotta az ebédjét. 5 darab kenyeret és 2 halat. Jézus csoportokba ültette le a tömeget. Vette a kisfiú ebédjét, és 5000 embernek adott enni. Halleluja, ő több, mint elegendő. Egy híres mai prédikátor azt mondta, hát nos, hát ez nem volt igazán csoda, hiszen abban az időben egy kenyér nagyobb volt, mint manapság. Csak azt felejtette el, hogy ez csupán egy kisgyerek ebédje volt. Amikor Jézus megjelenik, ő több, mint elegendő. Látjuk Jézust, ahogy anyjával részt vesz, egy mennyegzőn, Kánában, Galileában. Mária szólt Jézusnak, hogy elfogyott a bor, és utasította a szolgálókat. Valamint mondnéktek, megtegyétek, a János 2:5 szerint. Jézus szavára megtöltötték a korsókat vízzel, és a nász nagy asztalához vitték. Mire a szolgálók odaértek, a víz borrá változott. A nász nagy megparancsolt, a nász nagy panaszolta. A legjobbat a legvégére tartogattad. Halleluja! Ő több, mint elegendő. Látjuk, amint Jézus Nain városához közeledve egy temetési menettel találkozik. Ahogy a város kapujától a temető felé mentek, a halott egy özvegyasszony egyetlen fia. Jézus, aki több, mint elegendő, megállítja a menetet, a koporsóhoz megy, és megparancsolja a halottnak, hogy keljen fel.
A halott felkel, és Jézus visszaadja őt az anyjának. Halleluja, ő több, mint elegendő. Egy napon Jézus hírt kapott, hogy barátja Lázár halálán van. Jézus azonban, mielőtt elmen a Betániába Lázárhoz, szándékosan vár még néhány napot. Amikor Márta megtudta, hogy Jézus jön, elé szaladt, hogy találkozzon vele. Márta így szólt. Mester, ha itt lettél volna, Lázár nem halt volna meg. Jézus így válaszolt. Feltámad a te testvéred. Tudjuk, hogy feltámad az utolsó napon, a feltámadás napján, felelte Márta. Én vagyok a feltámadás és az élet, szólt Jézus. Vezessetek a sírhoz. Lázár testét egy sírboltba helyezték, amelynek nyílását egy kővel zárták el. Amikor Jézus megparancsolta, hogy vegyék el a követ a nyílástól, az ott levők tiltakoztak. Hát hiszen már szaga van. De mégis megtették, amit Jézus parancsolt nekik. Lázár, jöjj ki! Kiáltott Jézus. Lázár pedig kijött, halott ruhába betekerve és megkötözve. Oldozzátok el és hagyjátok menni, mondta Jézus. Halleluja! Isten, aki több, mint elegendő, nagyobb a halálnál. Egy koldus Jerikó falainál, illetve egy napon Jerikó falainál Jézus meglátott egy vakkoldust, Bartimeust, amint ott ült az út mentén. Amint Bartimeus meghallotta, hogy a názareti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A Márk 10:47 szerint. Jézus megállt és megkérdezte. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Bartimeus így válaszolt. Mester, hogy lássak! És áldott legyen Isten, ő több volt, mint elegendő. Olyan gyakran akarunk a múltban menekülni. Azt mondjuk, ó, milyen csodálatos volt akkor. Annak idején Isten mindazt meg tudta tenni. Ó, hát nem is csodálatos? Vagy átugorva a jelent, arról beszélünk, milyen lesz, amikor mindnyájan a mennyországba megyünk. Egy napon mindennek vége lesz, mondogatjuk. Egy szép napon végre elhagyom ezt a siralomvölgyet. Itt csak, mint egy kódust engedtem az életem. Hőségen és hidegen át. De a dolgok másként alakulhatnak most, ha hiszünk Istenben. A dolgok másként lesznek itt a földön, ha bízunk ő benne. Hiszen ő az Isten, aki több, mint elegendő. Ő az Isten, aki mindenben elegendő. Ő nem csak a tegnap istene, ő a most istene. Nem azt mondta, hogy én vagyok az Isten, aki több volt, mint elegendő. Nem azt mondta, én vagyok az Isten, aki több lesz, mint elegendő, hanem Isten azt mondta, én vagyok El Shaddai. Mert Isten szent tervei között szerepelt, hogy Jézus magára vegye a mi bűneinket és betegségeinket. Ő a bűnös ember kezébe adta önmagát, keresztre feszítették és kilehelte lelkét. Jézus nem tudták addig megölni, amíg bűné nem lett értünk. Jézus felvállalta a mi helyünket. Le kellett mennie a halál börtönébe helyettünk, mert ő volt a mi helyettesítőnk. El tudom képzelni, amikor szaladgált fel alá örömében a pokol összes ördöge, a pokol sikátorai között. Legyőztük Isten fiát, meghiúsítottuk Isten tervét. De a harmadik reggelen az Isten, aki több, mint elegendő, azt mondta, na most már elég. Elég, Jézus eleget tett a bíróság követelményeinek. A halál az ellenségtől van. Isten igéje azt mondja, hogy amíg Jézus nem támad fel a halálból, a halál a sátán hatalmában van. De Jézus legyőzte a halált. Lenn a pokolban Jézus legyőzte, lefegyverezte a sötétség fejdelmeit és hatalmasságait, és őket bátran mutogatta, diadalt aratott felettük. A Kolosség 2:15 szerint. Jézus később elmondta Jánosnak Pátmosz szigetén. És az élő, pedig halott voltam, s íme élek, örökkön örökké. Ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai.
Jelenések 1.18 szerint. Jézus, amikor felemelkedett a pokolból, visszament a sírhoz, és felvette a testét. Eközben Mária a sírhoz érkezett, hogy befejezze Jézus testének balzsamozását, de a sírt üresen találta. Hová vitték őt? Kérdezte Mária attól az embertől, akiről azt hitte, hogy a kertész. Amikor az időzéles kertész válaszolt, Mária felismerte Jézust, a feltámadt urat. Kinyújtotta kezét, hogy megérintse. De Jézus így szólt, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. János 20.17 szerint. Amikor felemelkedett a magasságba, Jézus az ő vérével a mennyei szentek szentjébe lépett, hogy örökkévaló áldozatként mutassa be értünk. Ezt követően visszatért a földre, és így szólt a tanítványaihoz. Békesség néktek! A tanítványok erre megrémültek. Ez egy kísértet? Kiáltották. De Jézus így válaszolt. Lássátok meg az én kezeimet és az én lábaimat, hogy én magam vagyok, tapogassatok meg engem, és lássátok, mert a szellemnek nincs usa és csontja, amit látjátok, hogy nékem pedig van. Lukács 24.39 szerint. Jézus ekkor már bemutatta az ő tulajdon drága vérét a magasságban. Most már megérinthették őt. Köszönet Istennek! Ő a mindenható Isten. Ő a mindenben elegendő. Ő az Isten, aki több, mint elegendő. Második fejezet. 7 dolog, amit Isten tenni akar érted. A 91-es Zsoltárban 7 dolgot említ El Shaddai, Isten, aki több, mint elegendő, hogy megteszi azért az emberért, aki ragaszkodik ő hozzá. Mivel ragaszkodik hozzám, ezért megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet, válaszolok neki, ha hív engem, vele leszek a bajban, megszabadítom őt, megdicsőítem őt, hosszú élettel elégítem meg őt, megmutatom néki az én szabadításomat. Meg kell értenünk a következő egyszerű kijelentés jelentőségét. Én meg fogom tenni. Egyszer egy igen tanult ember előadást tartott nekünk szolgálóknak. Sok nyelven kiválóan ismert. Amikor az egyik tanuló megkérdezte, hogy hány nyelvet beszél folyékonyan, 32 volt a válasz. Ez a nyelvtudós az első világháborúban az amerikai kormány egyik tolmácsa volt. Akkoriban ő volt a héber és a görög nyelv legelismertebb szakértője. Azon a napon, amikor meglátogatott bennünket, görög nyelven kezdte olvasni az Új Szövetséget. Majd így szólt. A görög nyelvben, és néhány esetben a héber nyelvben is, vannak olyan szóösszetételek, amelyekre az angol nyelvben nincs megfelelő kifejezés. Például, folytatta, a János Evangélium 14. fejezetében, a 13-as versben Jézus így szólt. Akármit kértek majd az én nevemben, én meg fogom tenni. A Jakab király fordítás ezt mondja. Én fogom. Majd így folytatja. A fordítók úgy gondolták, hogy az én fogom szerkezetet használják, mivel ez a legerősebb rendelkezésre álló kifejezés az angol nyelvben. Nem lehet ennél hangsúlyosabban kifejezni, mint én meg fogom tenni. A fordítók úgy gondolták, hogy az angol nyelvben létező leghangsúlyosabb formát fogják itt alkalmazni. A nyelvtudós felolvasta nekünk az eredeti görög szöveg szerint ezt az igeverset. Nekem az egész görög volt, majd így szólt. Most szó szerint fogom ezt lefordítani nektek. Így hangzik az igevers szó szerint. Ha bármit kérni fogsz az én nevemben, ha nekem nincsen, előteremtem azt neked. Előteremtem azt neked. És köszönet Istennek, ő meg tudja tenni, mert ő El Shaddai, az Isten, aki több, mint elegendő. 91-es Zsoltár emlékeztetett engem, ahol Isten a következő 7 dologról mondja, én meg fogom tenni. Első, megszabadítom őt. Köszönet Istennek, ez az Isten, aki több, mint elegendő, egy szabadító Isten. Ahogy korábban láttuk, Isten megmondta Ábrahámnak, hogy leszármazottai 400 évig jövevények lesznek idegen földön, de ugyanakkor azt is megígérte, hogy erős kézzel ki fogom hozni őket.
és Isten nem is felejtette el ígéretét, 430 év egyiptomi fogság után kiemelte Mózest és Áront, hogy kivezessék Izrael népét a fogságból. És az Úr kihozta őket erős kézzel, hiszen ő még ma is ugyanaz a szabadító Isten. És ő még ma is ugyanaz. Ő több, mint elegendő. Az apostolok cselekedetei 10.38 szerint a názareti Jézust mind kené fel őt az Isten szent szellemmel és hatalommal. Ki széjjel járt, jó tévén, meggyógyítva mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Tehát a sátán az elnyomó, Jézus pedig a szabadító. A második, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Ezt a pontot az ötödik ponttal együtt fogjuk tárgyalni. Harmadik, segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Isten mindig is az imádságot megválaszoló Isten volt. Az egész Biblián keresztül Isten azt mondja, válaszolni fogok. Jeremiás 33.3 szerint kiálts hozzám, én megfelelek. Nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ézsaiás 43.25-26-ban Isten így folytatta. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Juttasd eszembe! Juttasd eszébe az ő ígéreteit! Juttasd eszébe az ő igéjét! Most térjünk át az új szövetségre, és találunk ott egy csodálatos ígéretet, mely megörvendezteti a szívünket. A Máté 7.7-8 szerint kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik nektek. Mert aki kér, az kap, ki keres, talál, zörgetőnek megnyitatik. A Márk 11.24 szerint azért mondom nektek, amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. János 16.23 szerint és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Az apostolok cselekedeteihez érve látjuk, hogy ő még mindig egy olyan Isten, aki meghallgatja és megválaszolja az imát. Egy Isten, aki több, mint elegendő. Egy nap Péter és János, ahogy a templomba mentek az ékeskapun keresztül, láttak egy koldust, aki születésétől fogva béna volt. Épp az imádság órája volt, délután 3 óra. A Biblia írja, hogy Péter a szemét a koldusra vetve ezt mondta. Nézd mi ránk! Az ember felnézett, remélve, hogy kap egy kis pénzt. De Péter így folytatta. Ezüstöm és aranyom nincsen nekem, hanem amin van, azt adom te néked. A názareti Jézus Krisztus nevében. Kelj fel és járj! Az Apcsel 3.6 szerint. Ahogy Péter megfogta a koldust a kezénél fogva, és felemelte a lábaira, a koldus lábai és bokái megerősödtek. Azonnal meggyógyult, bement az apostolokkal együtt a templomba, járkálva és szögdécselve, dicsérve az Istent, Apcsel 3.8 szerint. A csodának híre ment, és nagy tömeg gyűlt össze. Pétert és Jánost letartóztatták prédikálásukért, és a következő napon a főpapok és a vének megparancsolták nekik, hogy többé ne prédikáljanak és ne tanítsanak Jézus nevében. Az Apcsel 4.18 szerint. Mikor pedig elbocsájtattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Áldott legyen Isten, ez tetszik nekem. Az övéikhez mentek. Majd az összes hívő imában együtt felemelte hangját Istenhez. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre. Majd imájukat így folytatták. Adj adat a szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. A Biblia azt írja, hogy a hely, ahol összegyűltek, megrázkódott, és mindannyian beteljesedtek szent szellemmel. Áldott az Isten, ma is szükség lenne az ilyen imádságra, mely megrázza a helyet, ahol imádkozunk. Ő az imára válaszoló Isten, hiszen azt mondta, én válaszolni fogok néki. Egy másik példát találunk az apostolok cselekedetei 16. részében, ahol Pál és Silas börtönben vannak, Filippiben. A börtön legbelső részében.
lábuk kalodába, hátuk vérzik, mivel megverték őket. Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. Éjfélkor. Szó szerint éjfélkor történt. Van azonban itt egy szimbolikus gondolat is. Láthatod, mit kell tenned az életed legsötétebb órájában. A Biblia megmondja neked, mit kell tenned. Éjféltájban imádkoztak, és énekkel dicsőítették Istent. Az a tény, hogy a többi rab hallotta őket, azt jelenti, hogy Pál és Silás nem halkan, hanem bátran, hangosan dicsőítették Istent. Igen, a foglyok hallották őket, azonban valaki más is hallotta őket. Az Isten, aki több, mint elegendő. El tudom képzelni, ahogy Isten lenéz a mennyország korlátján át, és megkérdezi az egyik angyalt. Mi ez a nagy lárma a világban? Az angyal jelenti, Pál és Silás az ott lent a börtönben. Nos, Isten kinyúlt a mennyország korlátján át, megfogta azt a börtönt, és addig rázta, még minden ajtó kinyílt, minden ablak kitárult, és minden cella ajtó megnyílt. Ahogy a börtönőr ezt látta, azt gondolta, hogy megszöktek a foglyok. Tudta, ez a szökés az életébe kerülne, ezért, hogy megölje magát, kivonta a kardját. Ekkor Pál megszólalt. Semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az őr világosságért kiáltott, berohant a cellájukba, és remegve borult Pál és Silás elé. Uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők válaszoltak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. A börtönőr még aznap éjjel üdvözült, és a házába hívta őket egy éjszakai vacsorára. Nézzük meg, mit mond Pál apostol a filippiekhez írt levelében. 4:6. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Isten nem akarja, hogy te bármiért is aggódj, vagy nyugtalankodj. Ha aggodalmaskodsz, nem kellene. Hiszen azt mondja, semmi felől ne aggódj. Miért? Mert ő az Isten, aki több, mint elegendő. És aki mindenben elegendő, aki sohasem változik, aki sohasem val kudarcot. Ő az, aki ma is ugyanúgy képes mindenre, mint valaha. Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. És te is fontos vagy neki. Ő törődik veled. Ezért mondta Isten, mivel ragaszkodik hozzám, ezért meghallgatom őt, és választ küld a imájára. Isten nem azt mondta, ha ez az én akaratom, akkor választ küldök az imájára. Azt mondta, mivel ragaszkodik hozzám, ezért meghallgatom őt, és választ küldök imájára. Ha ragaszkodsz Istenhez, akkor a te akaratod összhangban van Isten igéjével. Ha egy férfi vagy egy nő barátságban együtt jár Istennel, akkor se sem kér semmit Isten akaratán kívül. Isten akarata pedig nem más, mint Isten igéje. 4. Vele leszek háborúságában, és megmentem őt. Isten nem mondta, hogy csak azért, mert újjászülettünk, betöltekeztünk Szent Szellemmel, soha nem ér minket háborúság. Jézus még figyelmeztet is. Háborúságod lesz, mert keresztény vagy. A világ üldözni fog tégedet. Szájukra vesznek. Gonosz dolgokat fognak mondani rólad. És az ördög, aki e világ istene, minden oldalról nyomást fog rád gyakorolni. Amikor ez történik, néhányan azt hiszik, hogy Isten az, aki rájuk helyezi a nyomást. Na de nem. A sátán a szerzője a betegségeknek és erőtlenségeknek. Vagy a János 10:10 írja, tolvaj nem egyebért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Jézus itt szembeállítja a munkáját az ördög tetteivel. Isten nem egy tolvaj. Jézus nem egy tolvaj.
A mennyországban nincs tolvaj. Az ördög a pokolban a tolvaj. A második korintusi levél 4. rész 4. verse e világ istenének nevezi. És az a célja, hogy legyőzzön téged. A te ellenséged az ördög. Úgy jár szerte, mint egy ordító oroszlán. Az 1 Péter 5.8 szerint. Nem, az ördög nem egy ordító oroszlán, ő csak olyan, mint egy ordító oroszlán. Keresve, kit nyelhet el? Téged is el fog nyelni, ha hagyod. Na de köszönet Istennek, nem kell hagynod. Nem, Isten nem mondta, hogy soha nem lesz semmi gondunk. Ezt viszont igen. Vele leszek a bajban. A 34-es Zsoltár 20-as verse azt írja, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. A feléből menti ki az Úr? Nem. Valamennyiből. Ez az Isten, aki több, mint elegendő, és a mindenben elegendő, valamennyiből kimenti az igazat. Az Ószövetségben a baj szó nem betegséget és erőtlenséget jelent. A héber nyelvben megméretés, illetve megpróbáltatás a jelentése. Gondjaink és bajaink nem mások, mint próbák és megpróbáltatások. Néhányan elégedetnek látszanak, ha bajban vannak. Azt mondják, az Úr velem van. De Isten nem csupán veled van, hanem ott van, hogy kiszabadítson. Ott van, hogy kivezessen a bajból. Az igaznak sok baja és gondja van, de az Úr valamennyiből kimenti. A Jakab 5.13.14 ezt írja. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzon! Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen! Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit. Jakab apostol 3 különböző dolgot említ. Szenved valaki? Imádkozzon! Örül valaki? Énekeljen! Beteg valaki? Hívja magához a gyülekezet véneit. Ahogy az ige mondja, az igaz hívőnek sok szenvedése van, de valamennyiből kimenti az Úr, hiszen megígérte, hogy megteszi. A mindenható Isten megígérte. Az Isten, aki több, mint elegendő, azt mondta, megszabadítom őt. Valaki azt mondta nekem, hogy az érvelgető ima a legjobb, és úgy gondolom, hogy néha az is. A történet egy néger asszonyról szól, aki sok-sok évvel ezelőtt a rabszolgaság idején bajba került. 16 éves lányát el akarták adni a rabszolgapiacon. Az anya lehajtotta a fejét és imádkozott. Drága Uram, Istenem, ha te lennél bajban úgy, ahogy most én, és én olyan könnyen tudnék segíteni neked, mint te nekem, én azt megtenném. Ez a történet valóságos, mert egy amerikai szenátor is, 15 éves fiával együtt jelen volt az árverésen. Amikor a fiú látta, hogyan húzzák el a lányt az anyjától, és látta a könnyeiket, elszaladt az apjához, és azt mondta, apa, adj kölcsön $10. A szenátor odaadta a pénzt, és a fiú szaladt az árverezőhöz. Mielőtt bárki licitáltott volna, megszólalt. $10 ajánlok. Zárójelben rendszerint $200 kezdő licittel indult az árverés, ami alacsony árnak számított. Így, mikor meghallották a $10 ajánlatot, annyira meghökkent mindenki, hogy senki sem licitált. Így a fiú megvette a lányt $10. Fogta az adásvételről szóló számlát, és a lányt visszaadta az édesanyjának. Isten meghallgatta és megválaszolta azt az imát. Az asszony azt mondta, ha én olyan könnyen tudnék segíteni te néked, mint te nékem, én megtenném. E kedves idős néger asszony imájának történetét többször elmeséltem, és én magam is eredménnyel követtem példáját. Azt mondtam, Uram, ha te lennél bajban, mint ahogy most én vagyok, és én olyan könnyen tudnék segíteni te neked, mint ahogy te nekem, én megtenném. És ő megteszi, igenis megteszi. Mert Isten azt mondja az igéjében,
Én meg fogom tenni. Én vele leszek a bajban. Én meg fogom menteni azt, aki ragaszkodik hozzám. Ez az Isten, aki több, mint elegendő, így szól, én válaszolni fogok neki. Én vele leszek a bajban. Én megmentem őt. Ötödik, megdicsőítem őt. Kit fog megdicsőíteni Isten? A Zsoltárok 24:3-4 szerint. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén. Az ártatlan kezű, tiszta szívű, ki nem adja lelkét hiába valóságra, nem esküszik meg a családságra. Nem tudod megtisztítani a kezed, és nem tudod tisztelve tenni a szíved. De az ő vér által megtisztulhatsz, és megállhatsz a szent helyen, mert ő megtisztított tégedet, és felöltöztetett az ő igazságába. Megdicsőítem őt, mondja Isten. Felmagasztalom őt. Ez a két dolog abból a hétből, amit Isten ígért, hogy megteszi azért, aki ragaszkodik hozzá. Ha a világ legnagyobb dicsőségét kínálnák is, inkább Isten dicsőségét választanám. A világ a politikusokat, államférfiakat, tábornokokat, pedagógusokat, tudósokat dicsőíti, és ha dicsőítenek is egy prédikátort, akkor olyan modern szónokot fognak dicsőíteni, aki nem hisz a szűzte való születésben, vagy Isten igéjének hitelességében. A világ soha nem fogja dicsőíteni az evangélium olyan prédikátorát, aki valóban hiszi a Bibliát. Nyelveken szól. Alkalmazza az Isten kegyelméből való gyógyulást, mint ahogy Jézus sem dicsőítették. Ahhoz, hogy ez a világ dicsőítsen tégedet, kompromisszumot kell kötnöd, meg kell hátrálnod, és le kell mondanod az erőről. De én inkább az Istentől való dicséretet választom. Jézus maga mondta Jánosnak Pátmos szigetén. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal, az ő királyi székében. Jelenések 3:21 szerint. A történelem mondja el nekünk a következő történetet. Egy napon, ahogy Napóleon szemlét tartott a csapatai felett, lova megbokrosodott és felágaskodott. Egy fiatal közlegény lépett ki a sorból, megfogta a lovat az ablájánál fogva és lecsillapította. Napóleon azt felelte. Köszönöm neked, kapitány! Vagyis azonnal kapitánnyá léptette elő. A volt közlegény megkérdezte. Minek a kapitánya, uram? A személyi gárdámnak, válaszolta Napóleon. Nos, a fiatal közlegény a ranglétrán előre lépett a kapitányi fokozatba, de az összes többi tiszt elkerülte őt, mivel a többiek megszolgálták a rangjukat, míg a közlegény adományként kapta. Napóleon észrevette ezt, így amikor a következő szemle volt, maga mellé vette, és együtt lovagoltak el a csapatok előtt. A tisztek rájöttek, hogy ő lett Napóleon kedvence, és elkezdték keresni a fiatal kapitány kegyeit. E világ emberei lehet, hogy nem tudják, de eljön az idő, amikor rájönnek, hogy mi, akik újjászülettünk, és beteljesedtünk a Szent Szellemmel, nyelveken szólunk és hiszünk az isteni gyógyulásban, kedvencei vagyunk a királyok királyának, az urak urának, és azt kívánják, bárcsak a kedvünkben jártak volna. Megdicsőítem őt, mondja Isten. Harmadik fejezet. Miként élhetünk örömteli, hosszú életet? Hatodik. Hosszú élettel elégítem meg őt. Ó, mennyire szeretem ezt az ige verset.